Évelei közgyűlését tartotta a Szilverdi Látványtánc Egyesület Ambrózia Hastánc csoportja február 15-én a Major Panzióban. A lelkes egyesület azon igyekszik, hogy a hajdúszoboszlóiakkal megismertesse az általuk olyannyira szeretett táncformát. Négy új taggal gazdagodott a Szilverdi Látványtánc Egyesület Ambrózia Hastánc csoportja, így idén már közel 30-an fognak azon munkálkodni, hogy megismertessék a hajdúszoboszlóiakkal ezt a különleges táncformát. Mi az egyesület története, mikor alapult és mi volt az alapötlet? 2012-ben alakult ez az egyesület, Darabos Dóri egy mazsolett csoport hozta létre, és mi ehhez az egyesülethez léptünk be, tehát a hastánc csoport. És hát sajnos egy kicsit változás történt az egyesület életében, mert hogy a vezető, az elnökünk az elment máshova dolgozni, így a mazsolett megszűnt, és most az egyesület, mert csak a hastánc van, aminek nagy örömömre én lettem az elnöke. Mi a története most az egyesületnek, mit terveznek az idei évben? Hát mi szeretnénk folytatni ugyanezt a felállást, hogy versenyek, fellépések, amire szeretnék az egyesülettel úgymondván szoboszlón honosítani egy kicsit a hastáncot, hogy jobban megismerjék, és szeretném, hogyha Szoboszlón hagyományá válna a hastáncvonulás. Tehát az egyesületnek ez a célja. A tavalyi felvonulás is hatalmas közönséget vonzott. Az érdeklődésre való tekintettel szeretné az egyesület meghonosítani és továbbfejleszteni ezt a programot. Tervben van egy különleges felvonulás, milyen lesz ez a nyáron? Hát egy kicsivel nagyobb színvonalat adnánk ennek a hastáncvonulásnak, mint az előző való évbe. Szeretnék vendéget meghívni, és ezt a hastáncvonulás egy ilyen hastánc fesztivállal befejezni, ezt a szabadtéri színpadra szeretnénk kivinni. A hastánc azért egy nagyon különleges táncforma, mekkora az érdeklődés Hajdúszoboszlón ez iránt? Igen, az egyesületnek még plusz ez a célja, hogy megismerjék a hölgyek, megismertetnénk a hölgyekkel. Amit én nagyon szeretnék az, hogy ez egy kikapcsolódásnak is nagyon jó. Bármi olyan dolog, ami a hastánccal kapcsolatban, vagy a tánccal kapcsolatos, azt mi szeretnénk most ismertetni. Az órákra sokan járnak? Jelenleg egy ilyen 30 és 40 fő, tehát ez úgy felnőtt és gyerekkorcsoport. Az egyesület táncóráin eredményesen folyik az oktatás, hiszen a tavalyi év végi gálájukon a Béke Hotel nagytermét teljesen megtöltötték a tánc iránt érdeklődők. Igazából az egyesület tag az most per pillanat egy olyan 20 fő, ettől jóval többen voltunk sajnos, de mivel a mazsolett megszűnt, ezért a tagok se jelentkeznek. Remélem, hogy újak is jönnek. Van körülbelül olyan 10 fő, akik szeretnének belépni és segíteni az egyesületet. Hál' Istennek létre fog jönni, remélem, és segítenek ezzel az 1%-kal, de egy picit még várni kell vele nekünk. Támogatásokat is nagyon, tehát támogatásból tartjuk igazából az egyesület fent magát. Nagy szeretettel várom azokat a hölgyeket, lányokat, fiatalasszonyokat, akik szeretnek táncolni. Ez most nem függvény az, hogy most hastáncol van szó, vagy csak táncol. Maga a kikapcsolódás és a tánc öröméért én mindenkit nagyon szeretettel várok. A Kossuth utcán a kenyérgyárral szemben van egy vöröskeresztes épület, és minden csütörtökön, szerda, csütörtök és pénteken megtalálható vagyok.